Sziasztok srácok, illetve lányok, üdvözlök mindenkit! Én Patrik vagyok, és ebben a mai videóban beszeretném mutatni nektek a Wallpaper Engine, Wallpaper Engine-t. Hívjuk úgy, hogy mozgó hátteres cucc. Egyébként Wallpaper Engine, így fogom hívni, Wallpaper Engine, nem tudom, hogy szoktam inni. Mindegy. A lényeg az, hogy megmutatom, jó? Megmutatom, az a legegyszerűbb. Tehát őt. Wallpaper Engine, jó? Wallpaper Engine. Szóval srácok, lányok, a mai videóban ezt fogom nektek bemutatni, illetve így a videó elején el szeretném mondani, hogyha ez a videó eléri az 50 lájkot, ezt jól meg azt mondtam, tehát ez a videó eléri az 50 lájkot, akkor ki fogok sorsolni köztetek egy darab, vagy akár kettő darab Wallpaper Engine-t, egy az, ami biztos, aztán lehet, hogy kettőt jó fejségből. Szóval srácok, lányok, annyi a dolgotok, dobjatok erre a videóra egy lájkot, csapassatok egy feliratkozást, gyertek fel a Discord szerveremre, aztán lehet is csapatni már részt is, ja, és írjátok le kommentbe, hogy ki ez természetesen, és akkor igazából ezzel meg is vagyunk, és akkor már részt is vesztek a nyeremény játékon, illetve írjátok le a Steam neveteket is, írjátok le, hogy kész, és írjátok le a Steam neveteket, vagy inkább egy Steam linket dobjatok, az a legegyszerűbb, hogyha dobtok egy Steam linket, és akkor úgy a legegyszerűbb igazából, mert név alapján rengeteg olyan nevű ember lehet, stb. De minden srácok, térjünk át a videó lényegére, ugye a mai videóban ezt fogom nektek bemutatni, a Wallpaper Engine-t, ugye ezzel tudtok mozgó háttereket igazából varázsolni az asztalotokra, mint az látható, a háttérben is található mozgó háttérkép, az is onnan van. Úgyhogy biztos sokan szeretettek volna már beállítani mozgó háttérképet az asztalotokra, nem találtatok rá megfelelő programot, sokat kellett keresgetni, igazából talán ez a legegyszerűbb mondja ennek az egésznek, felmentek Steamre, megveszitek talán 5 euró, vagy még annyi se ez a program, és igazából ilyen fasz a háttérképeket tudtok varázsolni, és a mai videóban azt fogom nektek mutatni, hogyan tudjátok ezt kezelni, illetve miképp használjátok a Wallpaper Engine-t. Tehát ugye először is letöltitek, nagyon fontos, hogy beállítsátok azt a settings-en belül, hogy a Start with Windows-e, ide kattintsatok bele, mint most jelenleg, mint látható zöld, ide kattintsatok bele, és állítsatok be a Priority-t, hogy a Windows-ra együtt induljon a program, ez fontos, ezt mindenképpen ajánlom, hogy állítsátok be. Illetve a Use Safe Startot is beállítottam. Szerintem ezt is érdemes. Jól van. Illetve itt az FPS-re tudtok babrálni, ezeket szerintem felesleges piszkálgatni. Na, hogyan tudtok háttérképet szerezni a Wallpaper Engine-en belül, mert alapvető háttérképek lesznek, mint például ez itt. Igazából csak rákatintottok a képre, és akkor rámentek az asztalotokra, és voilà, ott is van a mozgó háttérkép, de hogyan tudtok például animés háttérképeket szerezni, mint például ez itt. Ebből ilyeneket hogyan tudtok szerezni? Hát először is rámentek, ugye megvetétek Steamen ezt a programot, rámentek arra, hogy workshop, vártok egy kicsit, és még beírjátok azt, hogy anime girl. Most pont írogat meg chat.hu-n, de egyébként mondjuk itt kiválasztok ezt, mert ez nekem nagyon tetszik. Rámentek, hogy subscribe, és akkor látható, hogy elkezdi a Steam letölteni, tehát Steam download pending, tehát látható, hogy elkezdi a letöltését igazából ennek a cuccnak, csak hogy miért tart eddig, azt nem tudom mondjuk. Na? Lesz még itt valami? Vagy most pillanat? Na, közben itt is vagyok, srácok, lányok, letöltődött, nem tudom miért tartott ennyi ideig. Tehát letöltődött, rákatintottak igazából, rámentek az asztalotokra, és látható, találtunk is egy tök fasz a háttérképet, jó, mondjuk akár mondja, nem jön be, de amúgy nem rossz. Tehát itt is van nekünk egy tök fasz a háttérkép. Az, hogy a tálca, hogy lehet ilyen középrendezve az ikonok, stb. Arról esetleg egy külön videót tudok nektek csinálni, az már egy külön program, ami egyébként nem fizetős, nyugodjatok meg. Esetleg valaki tényleg, hogy a tálcát hogyan tudtam így megcsinálni, ilyen átlátszóra, hogyan tudtam így középre rendezni az ikonokat, akkor srácok, lányok, írjátok le kommentbe, és akkor arról is lesz videó. Viszont a mai videóban igazából a Wallpaper Engine-ről lesz szó. Tehát igazából a képen belül tudtok be tudjátok állítani a téma színét a Windows-otoknak, hogy itt milyen legyen, illetve hogy a tálca milyen színű legyen, ugye nekem az átlátszó. Be tudjátok állítani a playback rate-et, mit tudom én, mennyire legyen gyors, ugye most 200%, alapból ez 100-on szokott lenni. Azon belül be lehet állítani a pozíciót, flippelni, shop color optionozni, rengeteg fajta opció, illetve cucc található nektek, igazából az a legfontosabb, hogy a workshop
hol letöltötök egy nektek tetsző képet, az installed résznél kiválasszátok, rákatintotok, leokézzátok, és onnantól kezdve minden számítógép indításkor ez a háttér fog titeket várni, amit kiválasztottatok. Ha pedig újat akartok, szépen megnyitjátok ezt a kis tennyíló nyilacskát, rámentek a Wallpaper Engine-re, itt is tudtok választogatni egyébként bármit a háttérképek közül, letöltötök egy csomót ugye a workshopból, és akkor itt az installedbe pedig kiválasszátok. Úgyhogy srácok, lányok, bárkinek bármilyen kérdés van a programmal kapcsolatban, az tegye le nyugodtan kommentbe, és akkor válaszolni fogok rá. Jelve ne felejtsétek el, srácok, lányok, legyen meg az 50 like ezen a videón, gyertek fel a Discord szerveremre, írjátok le kommentbe, hogy kész, írjátok le a Steam linketeket, legyetek feliratkozva, lájkoljátok ezt a videót. Találkozunk legközelebb, remélem tudtam nektek segíteni, és egy kis betekintést tudtam nyerni nektek ebbe a programba, hogy hogyan tudtok mozgó háttérképet varázsolni az asztalotokra, illetve hogy hogyan tudjátok ezt a programot használni, hogyan érdemes használni, mondjuk nem hogyan érdemes, hogyan kell ezt a programot használni. Úgyhogy srácok, lányok, én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, ha tetszett ez a videó, dobjatok egy lájkot, ha még nem vagytok feliratkozva a YouTube csatornámra, ne felejtsetek el feliratkozni, és gyertek fel a Discord szerveremre, hogy értesüljetek az újabb tartalmaimról, illetve ott mindig aktív vagyok, hogyha tudtok vele dumálni, hogyha szeretnétek. Én még egyszer nagyon szépen köszönöm a figyelmet, sziasztok!